A nyíregyházi zsidó hitközség alelnöke és előimádkozója Somos Péter mutatta be a nyíregyházi zsinagógát és annak történetét a diákoknak. A közel 30 érdeklődő a Szent Atanász Hittudományi Főiskolától és a Hajdudorogi Szent Bazil Oktatási Központ gimnáziumból érkezett. A főiskola elsős hallgatói a zsinagógák és a zsidó templomok szerkezetéről részletesen tanulnak. Ezt az elméleti tudást azonban fontosnak tartják élőben is megismerni. Ritkán szoktunk jönni, 2-3 évente talán, így mondhatnám, 2-3 évente tudunk egy ilyet szervezni. Nem is akarom, hogy minden évben mindig azoknak a hallgatóknak ugyanazt mondják el, hanem egy kicsit kivárunk, amíg már egy picit cserélődnek a diákok is, és akkor adjuk ezt a lehetőséget, amit hát most Tasi Tamás szervezett meg, és így szoktunk ellátogatni olykor a zsinagógába. A diákoknak bemutatták a mennyezeten található falfestményeket, amelyek különböző csillagképeket, bibliai eseményeket és a zsidó vallás jelképeit ábrázolják. Az érdeklődők a zsidó szertartás menetét is megismerték Somos Pétertől. A nyíregyházi zsidó hitközség nagyon fontosnak tartja azt, hogy egyrészt a görögkatolikus egyházzal, de más keresztény egyházakkal, tehát a történelmi egyházakkal jó kapcsolatot építsen ki, egymás vallását messzemenően megismerjük. Ennek a jó kapcsolatnak egyik eseménye volt az, ami évek óta már megvalósult, most az utóbbi időben egy kicsit lanyhult, hogy az ökumenikus ima hét utolsó ima napja itt a zsinagógában zajlott le. Az idei ima nap főszervezője és védnöke a Hajdudorogi Főegyházmegye érsek metropolitája Kocsis Fülöp volt.